Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Demko Attila, akinek új titulusa van, a John Lukács Intézet stratégiai program igazgatója, vezetője. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz. És hát sok sikert kívánunk az új feladataidhoz. Köszönöm szépen. És a mai adásunkban az orosz-ukrán, illetve az izraeli háborúról fogunk beszélgetni. Kezdjük az orosz-ukrán fronttal, ahol azt lehet hallani, hogy az orosz haderő, legalábbis az orosz közlések szerint számos területen vette át a kezdeményezést, illetve hogy Kursznál is ukrán támadásokat hárítottak el. Mi az, amit látsz te jelenleg a fronton? Hogy alakul a helyzet? Mindenképpen az oroszoknál van a kezdeményezés elsősorban Pokrovsztól délre, a Pokrovsz és Vuledár közötti frontszakaszon. Itt komoly veszélyben van az ukrán haderő egy ponton, hiszen nagyon közel van az orosz hadsereg ahhoz, hogy egy nagyobb térséget elvágjon, katlanba zárjon, és ott annak még ukrán alakulatok, tehát itt a Szelidovijtól délre. És azt lehet látni, hogy Vuledárnál is ugye egy nagyon komoly erődöt vettek be az oroszok, amely több mint két éven át hatalmas veszteséget okozva állt ellen az orosz támadásoknak, tehát Vuledár mögött is haladnak előre az oroszok, ami azt jelenti, hogy lassan felfejtik ezt a nagyon erős védelmet a Donbassnak a téli szakaszán, azon a részen, ahol a frontvonal, az alapvetően észak-déli frontvonal kelet nyugati irányúvá válik. Tehát ez egy nagyon fontos pont, gyakorlatilag Vuledár mögött hasonló adottságú város, amit potenciálisan erőddé lehet alakítani, nincsen. Kisebb települések vannak, de ezzel egy nagyon erős pontot veszített el Ukrajna. Hogyha a Kurszkot nézzük, ott ugye az oroszok láthatóan nem kapták be a csalit, tehát továbbra sem Kurszk a főerő kifejtésnek a helye. Lehet azt mondani egyébként, hogy az oroszoknak addig jó, amíg az ukránok pont, hogy Kursznál vannak, mert addig sem mondjuk a Donbasszi fronton vannak? Az én véleményem az a kezdettől fogva, hogy ha ez egy gyors betörés, ami egy-két héten át nagyon komoly károkat okoz az oroszoknak morálban is, meg adott esetben azért tehát elég komoly veszteségek voltak orosz oldalon, foglyok, nagyszámú fogoly, akkor ez egy jó dolog az ukránoknak. Ha ezt hosszú távon csinálják, tehát ugye több hónapig maradnak bent, akkor nem tettek más, mint azt, hogy meghosszabbították a frontot. Most az ukránok saját bevallásuk szerint és minden értékelés szerint már kevesebben vannak a fronton, kevesebb lőszerrel, kevesebb, jóval kevesebb légierővel, de most a gyengébb fél hosszabbít frontot, ez minden alapvető logikával szembe megy, a politikai logikát kivéve, mert a politikai logikát azt lehet érteni, a politikai logika az volt, hogy kell egy győzelem, mert már nagyon, nagyon rossz a hangulat az országban. Igen, csak ez igazából felgyorsította, nagyon úgy tűnik a donbasszi ukrán visszaszorulást, és ráadásul nagyon nagy veszteségek vannak, úgy tűnik Vuledárnál. Azt nem tudom, hogy azok az orosz adatok, hogy itt akár 800 halott és súlyos sebesült van, az igaz-e, de az biztos, hogy nagyon jelentősek az ukrán veszteségek. Ilyen visszavonulást, ilyen körülmények között komoly veszteségek nélkül végrehajtani nem lehet. Egyébként, hogyha most ezután például majd az jön, hogy Kursznál kinyomják az ukrán előket, de amivel látjuk, hogy nem sietnek egyébként annyira az oroszok, de egyszer nyilván, ha ez megtörténik, akkor például az ukrán lakosság hogyan reagál erre, hogy ott volt egy reménysugár, vagy volt egy győzelem, de aztán ez is kudarcba fulladt? Mindenképpen rosszul fog reagálni, és ezért mondom azt, hogy a rövid távú morálemelkedés az nem biztos, hogy megérte ezt a műveletet, hiszen a morál vissza fog térni oda, ahol volt korábban. Tehát vagy még rosszabb, hiszen egy remény ezzel elszállt. Tehát lehet azt csinálni, lehetett volna azt csinálni tényleg, hogy ilyen huszáros beütésekkel zavarják az oroszokat az orosz-ukrán határ mentén, nem ezt tették. Ennek is persze mondom, tehát Zelenszkij elnök számára ez mindenképpen egy történelmi lépés volt, hiszen ki az, aki ilyen komoly inváziót indít Oroszország ellen, ugye 1941 óta nem volt senki, de nem éri meg, tehát, és a morál ugyanoda vagy még lejjebb fog menni.
ha az oroszok kiszorítják a ukrán csapatokat Kurszból, és ez előbb-utóbb meg fog történni, hiszen az erők közötti egyensúly nincsen meg. Ugye most tulajdonképpen az orosz kommunikáció az, hogy jól áll Oroszország, visszavertek 18 ellentámadást, a Kurszk régióban további 4 támadást és 2 határmenti betörési kísérletet hiúsítottak meg. Ugye te is utaltál rá, hogy a harcok során az orosz közlés szerint több mint 1600 ukrán katona vesztette életét. Elmondhatjuk azt, hogy most itt az oroszok ősszel egy nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, vagy ez csak a szokásos, tehát, hogy van újabb lendület, vagy egy más jellegű lendület az oroszoknál, vagy ugyanazt látjuk, amit eddig? Mindenképpen van egy gyorsulás a Donbaszban az elmúlt 2 hónapban, tehát az látható, de hát persze az eredeti szint az nem volt túl magas, de az tényleg érzékelhető, hogy egy 15 ezres várost, amit korábban hónapokig ostromoltak, néhány nap alatt vesznek be, falvak esnek el gyorsan. Persze azzal vigyázni kell, hogy mennyire vesz komolyan az orosz veszteségadatokat, azt, amit az ukránokról mondanak, hiszen mind a két fél túloz, de Oroszország aztán tényleg az elejétől kezdve már sokszorosan megsemmisítette papíron az ukrán hadsereget. De ettől függetlenül ez tény, de az, hogy Oroszország sikerei azok a háború egyébként nagyon lassú üteméhez képest felgyorsultak az utóbbi időben. Ráadásul nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az ukrán hadsereg több ponton, tehát még lehetnek komolyabb orosz előretörések. Összességében az ukrán fáradás az tényleg nagyon látszik, ahogy már többször elmondtam neked is, hogy nem bírja már egy, tehát én nem látom azt, hogy az ukrán haderő emberi szempontból, tehát a humán állomány szempontjából meddig fogja bírni, nem látom azt, hogy sok évig. Min múlik egyébként a humán erőforrásnak az állapota ukrán oldalon? Érkeznek ilyen hírek, hogy annyira nincsen már túlélési esély, hogy pár nap alatt meghalhatnak az újonnan oda toborzott ukrán katonák a fronton, hogy rövid a kiképzés. Még olyat is lehet olvasni, hogy alkohollal, kábítószerrel élik túl a katonák, vagy azt kapnak, hogy egyáltalán elviseljék a nehézségeket. Ezeket te mennyire tudod megerősíteni, hogy így van? Mind a két oldalon van erre példa, számos példa. Kábítószer, alkoholfogyasztás. Ugye ukrán oldalon hallottuk, be is tiltották a szerencsejátékokat, online szerencsejáték. Tehát, hogy valahogy kibírják ezt a szörnyű helyzetet. De mindig ülnek a fronton, és közben nyomkodják a telefonukon a, nem tudom, pókert, vagy a rulettet? Vagy? Hát lehet, hogy nem a fronton, de ugye a frontról az időnként visszarotálják őket. Tehát nem tudom, hogy milyen az online elérés a frontvonalon, lehetnek olyan szakaszok, ahol egyébként van, hiszen városokban is vérekeznek. De nem ez a kérdés. A kérdés igazából az, hogy mekkora egy populáció, amiből lehet mobilizálni, és az ukrán egyszerűen sokkal kisebb. És akkor visszajutunk a háború elejétől kezdve ahhoz a paradigmához, hogy kisebb csak akkor tud nyerni, hogyha minőségileg sokkal jobb, ami meg nincs meg. Ergo Ukrajnának előbb-utóbb elfogy a humán erőforrása. Most mondom, nem holnap lesz, meg nem holnap után, most azért sikerült egy nagyobb létszámot behozni a hadseregbe, csak a következő kör az már biztos, hogy nem tud ilyen lenni. Részben azért, amit mondasz, hogy egyre inkább terjed az, hogy nincs túlélés. Tehát, hogyha az ember úgy harcol, amit 22 tavasszán harcoltak, hogy lehet, hogy itt pár hét alatt visszaverjük az oroszokat, és azért jó esélyem van, hogy túléljem, és utána hős leszek mindenki szemében, az egy dolog. Az meg másik dolog, hogy úgy harcol, hogy lehet, hogy egy-két hét után elesek, úgyse kapjuk vissza azt, amit az oroszok elvettek. Tehát egészen más a morális, meg a jövőképe egy katonának. Most már mindenki tudja, hogy itt gyors... Tehát egy győzelem, tehát az ukrán nép is tudja, hogy itt azért a győzelemnek nagyon kicsi az esélye, amint úgy azt ért, hogy elérik az 1991-es határokat, és azt is tudják, hogy nagyon alacsony. Ha valaki a szárazföldi erőkhöz kerül egy lövészárokba,
akkor azért nem túl magas az esélye, hogy éveket ott megél. És szerinted ez a közkatonáknak a oldalán mutatkozik meg elsősorban, vagy akár már a tisztikar is úgy érzi, hogy itt nem lehet győzni, és ezért mondjuk máshogy állnak a parancsokhoz? Egyáltalán állhatnak-e máshogy a parancsokhoz? Mindig állhat egy tiszt máshogy a parancsokhoz. Tehát azért minden katonatisztnek a felelőssége nyilván megvan arra, hogy végrehajtsa a parancsot, de ha az a parancs lehetetlen, ha az alakulat megsemmisítéséhez, vagy megsemmisüléséhez vezet, akkor bizony egy felelős tiszt adott esetben felülírja a parancsot. Tehát ha mondjuk tarthatatlan egy állás, vagy gyakorlatilag bekerítésben vannak, akkor felülírhatja adott esetben a parancsot. Nyilván a következményeit vállalnia kell, de a legjobban mindig egy tiszt látja. Tehát mindig a fronton lévő katona látja az ottani helyzetet. Persze lehetnek olyan szituációk, hogy ki kell tartani, ugye ez a halálra ítélt szakasz jelenség, hogy bizony ki kell tartani valahol, azért, hogy a többi megmeneküljön. Tehát lehetnek ilyen szituációk, és nem mondom azt, hogy nem éri meg mindig kitartani a végsőkig a nagykép szempontjából, de alapvetően látható, hogy egyes tisztek bizony felülírják azt, amit mondanak nekik. Tehát amit parancsba adnak, hogy nincs kivonulás, és kivonulnak egy adott frontszakaszon, mert tarthatatlan, vagy bekerítésbe kerülnének. Ugye a tisztikar is vegyes, tehát ugye alapvetően van a régi szovjet rendszerű képzés, ami a feltétlen parancs teljesítésen alapul, és alapvetően azon, hogy mindig megmondják, hogy mi a feladat, és kevés az autonómiája egy adott tisztnek, és van a nyugati képzés, ami azért több autonómiát ad a frontparancsnokoknak is. Ukrajnában melyik valósul meg, mert ugye ott tulajdonképpen a régi szovjet alapon működött még annak idején a tanulás, most viszont, minthogyha átállnának, vagy hát legalábbis ugye ott vannak a nyugati tanácsadók, emiatt felmerülhet, hogy akár ezt a nyugati típust viszik. Hát egy keverék van vélhetően, tehát én nem látok rá az ukrán haderőre, de láthatóan vannak arra utaló jelek, hogy egyes parancsnokok rugalmasabbak, jobban a nyugati metódusokat átvették mások, meg továbbra is a szovjet hagyományon, főleg nyilván egy idősebb parancsnok. Gondoljuk el, hogy egy tábornok, az ugye 40-50 éves egy ember, mire mondjuk egy dandártábornokot, ki rendfokozatot, persze nyilván a háborúat felgyorsíthatja, ezt elér, de akkor is, és ha valaki most 40 éves, azért az mondjuk a katonai tanulmányait elkezdte 20-akárhány éve, az persze már a Szovjetunió utáni időszak volt, de még mindig az a mentalitás. Én voltam egyszer egy hetet az egyik ukrán akadémián, érdekes volt, mert oroszul köszöntöttek, tehát az bejött egy ukrán tábornok, és oroszul köszöntött mindenkit, és csak hallottam, hogy az ukrán katonák egymás közt oroszul beszélnek, és nem ukránul. Ez egy dolog persze a beszéd, de alapvetően tényleg azok a hagyományok voltak még 2014 után is, tehát a szovjet hagyományok, legalábbis nekem így tűnt, és nem annyira a nyugati. Persze vannak nyugaton képzett tisztek, de meg az is kérdés, hogy most melyik hagyománya jobb. Mert vannak olyan helyzetek, amikor egyértelműen nyugati, de nem feltétlenül mindig. Tehát ugye ez a mi saját hűbriszünk, hogy a szovjeteknél annyival jobbak vagyunk. Nem biztos, hogy minden helyzetben a nyugati katonai stratégia, katonai képzés a jobb. Ezt nem lehet megítélni, tehát ezt én nem tudom megítélni. De a lényeg az, hogy Ukrajnában nem sikerült, az biztos, hogy nem sikerült a teljes filozófia váltás, és nem is sikerülhet, hiszen egy tisztet nem lehet egy-két év alatt kinevelni. Tehát egy tisztnek, egy jó csapattisztnek évek kellenek, és ugye ez a háború 2,5 éve tart, oké, 2014 óta tart, de az, mondom, a mentális váltáshoz ennél több idő kell, hogy teljesen váltatjuk, és a keverék rendszer az meg lehet, hogy mind a két rendszernek a gyermekbetegségeit is fel tudja mutatni. Tehát nem látom azt, tehát a lényeg, nem látom azt, hogy Ukrajna annyival jobb lenne, meg az ukrán tisztikar, meg az ukrán képzés a nyugat segítségével is annyival jobb lenne, hogy az orosz túlerőt meg tudja állítani.
Ugye, ami szintén gyakran elhangzik, az az, hogy az ukránokat, az újonnan kiképzett ukrán katonákat gyakorlatilag a vágóhídra küldik, ágyútölteléknek használják őket. Egyrészt érdekelne, hogy ez mennyire van így szerinted, vagy mit lehet erről tudni, másrészt mi a helyzet orosz oldalon, ott mennyire áldozzák fel az élő erőt? Szerintem nyilván az ukrán oldalon sincs rendben a képzés, és különösen most, hogy gyorsan kell feltölteni alakulatokat, de azért nyilván az oroszok mondják ezt leginkább, hogy a vágóhídre küldik az ukrán katonákat, de egyértelmű, hogy nem kapnak elégséges kiképzést ahhoz, hogy a fronton jó esélyük legyen, vagy jobb esélyük legyen a túlélés, de nem kapnak mindig az oroszok se. Az oroszok valamivel jobb helyzetben vannak most, ezen a téren is, tehát a képzés terén is, de azért, hogyha megnézzük például a Kurszki offenzívánál a bevetett alakulatok egy része az teljesen zöld volt, tehát alig kiképzett, ugye hirtelen kellett találni alakulatokat, de még előtt, amikor Harkivnál bementek, akkor is van arra utaló jel, hogy nem fejezték be a kiképzést, és már beküldték katonákat. Hát ez mind a két oldalon megvan, hogy nem kapnak elégséges kiképzést, és ezért nagyok a veszteségek, hiszen egy olyan katona, aki nem tudja a saját fegyverét megfelelően használni, már ilyen is van mind a két oldalon, de nem tud, nem érzi a harcmezőt, nem tudja, hogy mit kell csinálni, ugye ez, akkor gyorsabban meg fog halni. De mondom, ez mind a két oldalon megvan, csak az oroszoknak, oroszokra ezt a luxus jobban megengedik maguknak, illetve még azt kell látni, hogy ugye az oroszok azt a sztereotípiát próbálják építeni, hogy az ukránok küldik vágóhídra az embereket, nyugaton meg Ukrajnában meg azon, hogy az oroszok. De az se igaz. Tehát az oroszokról az a kép, hogy itt hatalmas, ilyen Stalingrád típusú tömegtámadásokkal támadnak, ez egy teljesen téves kép. Talán Bakhmutban volt egy-kettő ilyen, de alapvetően kis csoportos, tehát tényleg rajszintű támadások vannak. Hogyha megnézzük a videókat, 2-3-4 szállítóharcjármű, pártozott szállítóharcjármű, vagy harckocsi támad egy-egy adott esetben, nem tömegtámadások vannak. Tehát mondom, mind a két oldalra igaz, háborúban egyébként ez igaz szokott lenni, hogy a képzés az nem megfelelő, ezért egyébként mind a két oldalon romlott 2022-höz képest az állomány minősége, hiszen öregebbek is, képzetlenebbek is, mind a két oldalon az a jól képzett állomány, ami volt, az jó részt felmorozsolódott. Tehát ez egyértelmű. Persze nem azt jelenti, hogy mondjuk nincsenek egy ukrán oldalon is elit alakulatok, meg a rossz oldalon is elit alakulatok, ahol rendes a képzés. Ugye azzal reklámozza magát, hogy rendes képzést adnak a katonának, míg a hadseregnél ezt nem kapod meg. És ugyanígy az oroszoknál megvannak a VDV dandárok, ugye a légideszant, ahol azért jobban képzettek az emberek, vagy a katonák, tehát több jobb kiképzést kaptak. Tehát nagyon vegyes a kép, de összességében szerintem mind a két oldalra igaz, hogy nem hajtják végre azt a kiképzést, ami kellene egy ilyen háborút, és ez azért van, mert nyomás alatt van Ukrajna, ugye be kell hozni az embereket, de Oroszország is most akarja Ukrajnát következő hónapokban nagyon erősen megszorongatni, politikai okokból is, meg katonai okokból is. És akkor itt hoznám be azt, hogy mi történik a fronton túl, mert hogy lehet azt is hallani, hogy számos egyrészt katonai célpont ellen is megy támadás, tehát lőszerraktárak, bázisok ellen, másrészt meg az energetikai és infrastruktúrális létesítmények ellen is. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy látod, ezek a támadások mennyire intenzívebbek, meg azt látom, hogy ezek a dolgok viszont zajlanak mind a rossz, mind ukrán oldalról a másik fél irányába. Így van, itt is mind a két fél nagyon aktív, tehát a mélységben stratégiai célpontokat támadnak, olajtárolókat, hidakat, utakat. Csak itt is van egy olyan orosz előny, hogy Oroszország az 17 millió négyzetkilométer, Ukrajna pedig a megszállt területek nélkül mondjuk kevesebb, mint 500 ezer. Hát Oroszország el tud érni mindent Ukrajnában. Ukrajna meg mondjuk nagyjából 1000 kilométeren belül tudja elérni az orosz célpontokat. És ez hát nyilván nem Ukrajnának kedvez.
Azt lehet látni, azért, hogy az ukránok is nagyon innovatívak, nagyon, nagyon komoly csapásokat mértek az oroszokra, ugye legutóbb egy nagy lőszerraktárat lőttek szét. Tehát vannak nagy ukrán sikerek, de a méret akkor is ezen a ponton is, lakosság mellett, területben is, itt még inkább az oroszok oldalán van. Amikor például Ukrajna megsemmisít egy orosz lőszerraktárat, az mekkora veszteség az oroszoknak, hiszen azért tudjuk, hogy bár jobban állnak sokkal lőszerből, azért gondolom pont ez az a terület, ahol mindenre szükség van. Tehát ilyenkor ezt például mennyire lehet megérezni a fronton, ha egy orosz lőszerraktár megsemmisül? Ugye az a probléma, hogy ukrán meg orosz adatokból tudunk csak dolgozni, hogy mennyit adott esetben mennyi a lőszerfelhasználás. Nehéz megmondani, nem lassult le, ugye itt tényleg egy nagyon komoly lőszerraktár semmisült meg talán 10 napja, nem lassult le az orosz előtörés. Nyilván ez komoly veszteség. Tehát itt az láthatóan, hogy sok ezer tonna lőszer robbant föl. Az utánpótlás, a logisztika minden háborúban azt lehet mondani, hogy a döntő. És ugye a logisztika és az utánpótlás az orosz oldalon inkább javult az elmúlt 2,5 évben, az ukrán oldalon meg degradálódik. Tehát ezek az ukrán sikerek, ezek pontszerű sikerek, azon a ponton súlyos csapást mérnek, de összességében kéne megakadályozni az orosz logisztika, lőszer utánpótlás, járműjavításnak a menetét. Tehát, hogyha az oroszok el tudják juttatni a lőszert frontra, ha a járműveket vissza tudják vinni és meg tudják javítani, akkor az ukránok nem tudnak győzni azzal, hogy egy-egy szép eredményt elérnek, ha összességében oda kerül az a lőszer meg jármű. És az ukránok itt is nehezebb helyzetben vannak. Egyébként csoda, hogy Ukrajna így kitart, hiszen a logisztikai rendszerük az sokfajta fegyverrel kell, hogy megbirkózzon. Mert vannak a szovjet rendszerű fegyverek, vannak az ukrán saját gyártású fegyverek, amiket könnyű kiszolgálni logisztikailag, tehát rengeteg nyugati fegyver. És abból is hány fajta. Tehát egyébként ez csoda, hogy az ukránok itt tartanak még, hiszen egy csomó fegyvert nem tudnak a front mögött megjavítani, mint az oroszok. Most volt fenn egy videó egyik orosz oldalon, hogy gyakorlatilag a frontnál tudtak kicserélni egy, azt hiszem, talán egy T-90-esen, vagy T-72-esen egy tornyot, egy sérült tornyot. Pár kilométerre a fronttól. Most, hogyha ez egy Leopard 2-essel történik, vagy egy Abrams-szel, akkor vissza kell vinni Európába, hogy ez megtörténhessen. Hát 1000 kilométer fölötti logisztikai tehát a támogatás nagyon messze van. Ez több mint 1000 kilométerre van a fronttól. Az oroszoknak meg ott van, akár a front közelében, vagy 100 kilométerre, 50 kilométerre. Tehát mondom, én egyébként ezt meg is lep, hogy mennyire meg tudták csinálni ukrán meg nyugati oldalon, hogy ez működjön, de akkor is hihetetlen erőfeszítés ez, az oroszoknak meg könnyebb dolguk van, mert ott van Oroszország, a front bármely szakaszától, hogyha megnézzük, az orosz terület 200 kilométeren belül ott van. Ugye ez Ukrajnának meg nincs meg. És akkor itt adódik az a kérdés, hogy milyen lesz az áramellátás Ukrajnában, mert most már egyre rémisztőbb adatokat lehet egyébként ezzel kapcsolatban olvasni, csak nem tudom eldönteni, hogy ez a sajtónak szól, vagy tényleg a valóság, de ilyen óriási áramkimaradások, és ilyen naponta 2-3 órát lesz, hogy egyáltalán lesz áram bizonyos régiókban Ukrajnában, ezekről szólnak a sajtóhírek. Mennyire lehet ez tényleg így? Szerintem ez így van. Tehát Ukrajna inkább leplezi és jól a gyengeségeit. Tehát az ukránok szerintem, ha valamiben rendkívül jók, akkor az a negatív híreknek a tárolása, vagy egyáltalán nem bemutatása, ami okos dolog. Tehát ezt már nem lehet. Tehát ugye ez annyi embert érint, hogy ezt nem lehet eltitkolni, hogy XY városban van 4 órán át áram. Hiszen ez az pillanatok alatt bekerül a közösségi médiába. Magam is láttam ilyen áramszöveteket, tényleg Ungváron voltam, egyik pillanatban a másikra nagy sötétség, és akkor indulnak a generátorok, akkor egy-egy ponton kigyúlnak a fények, és ez van Ukrajnában. De akinek nincs generátora, ha egy háznak, ha egy 10 vagy 20 emeletes háznak nincs generátora,
akkor mi történik? Mondjuk a 20. emeletre, mert nem, tehát mindenhol generátor kéne, hogy legyen. Tehát nagyon-nagyon nehéz Ukrajna helyzete, és nem túlzóak ezek a jelentések, és Oroszország még tud mondani az ukránok helyzetét. Éppen az a csoda, hogy ezt az első télen nem csinálták meg az oroszok. Ugye ez már a harmadik szerinted tél. Miért nem? Hát, hogy miért nem csinálták meg ezt 22. februárjában, igen. Hát, az a tél vége volt. Szerintem azért, mert egy gyors győzelemre reménykedtek, tényleg pár hét alatt meg lesz Ukrajna, és akkor ne verjük szét az infrastruktúrát. Akkor 22-ről 23-ra, hát miért? Ott ugye már voltak csapások, de nem ilyen. Hát alapvetően a transformátorokat támadták, nem magukat az erőműveket, és a transformátort könnyebb helyreállítani. Talán ott csak akartak ennyire véglegeset lépni. Tehát, és akkor, hogy hát, szóval nehéz megmondani, de az biztos, hogy most került le a kesztyű az utóbbi időszakban. Ugye voltak is egyébként Kurszk előtt tárgyalások, hogy akkor egyik fél se támadja ilyen durván a másik energetikai infrastruktúrát, ezek a katari tárgyalások, és Kurszk miatt az oroszok ezt befejezték. Tehát szerintem ez is benne van, hogy most már tényleg le akarnak számolni Ukrajnával, nem fognak már úgy olyan csapásokat mérni, amik könnyen helyreállíthatók, hiszen mondom, egy generátor, vagy egy transformátor, az se egyszerű, de még mindig könnyebb, vagy egy vezetéket, hogyha megtámadnak, még mindig könnyebb, mint ha maga az erőművet lövik szét. Tehát szerintem most már elég véglegesen írtják az ukrán infrastruktúrát, energetikai infrastruktúrát, atomerőművekhez ugye nem nyúlhatnak hozzá, hát ott viszont akkor a vezetékrendszereket, meg a transformátorokat lehet lebombázni még. És akkor kiesik Ukrajnának a maradék energiakapacitásának a legnagyobb része, és még vízerőművek maradnak. És akkor még egy kérdés Ukrajnához, aztán rátérünk a közel-keletre, ez pedig Robert Ficónak a nyilatkozata, akik egyébként a szlovák ugye a héten közös kormányülést tartanak Ukrajnával. Robert Ficó azt mondta, hogy amíg ő Szlovákia miniszterelnöke, addig Ukrajna nem lesz a NATO-nak a tagja, tehát ő szinte biztos, hogy vétózik. Azért került elő ismét ez a kérdés, mert hogy felmerült, hogy mi lenne, ha Ukrajnának valahogy mégiscsak NATO-tagságot adnának, akár Ukrajna azon részének, amelyet nem foglalt el Oroszország. Te hogy látod, mi most ez a markáns szlovák álláspont? Ugye Robert Fico arról is beszélt, hogy ő akár Oroszországba is hajlandó lenne ellátogatni, és mennyire meglepő ez úgy, hogy közben meg éppen közös kormányülésre készülnek az ukránokkal? Hát szerintem ez a reális álláspont, és ezt nem csak Robert Fico mondja, meg nem csak Magyarország mondja, hanem az Egyesült Államok is mondja, hogy most nem lehet megadni a NATO-tagságot Ukrajnának, egész egyszerűen azért, mert akkor mi az a vonal? Akkor mi? Tehát persze nyilván az eredeti NATO alapszerződésben is voltak földrajzi határok, hogy mind belül vonatkozik ugye egy-egy adott országra a védelem, hogy a brit meg a francia gyarmatbirodalom ne vonatkozzon. Tehát ha lehet így mondani, akkor valamilyen nagyon halvány precedensenre van, hogy nem a teljes területére vonatkozik egy adott országnak az ötödik cikkely, de ez nagyon más. Tehát hol? Akkor a mostani frontvonal? Tehát akkor, hogyha mondjuk Pokrovtól 7 kilométerre vannak az oroszok, akkor az még jó. Ha 6,5-re, akkor 5. cikkely. Tehát ez a fantazmagóriák világa. Fico kimondja a valóságot. Mi is kimondjuk a valóságot. Az amerikaiak is kimondják a valóságot. Beszéltem az amerikai diplomatával, mondták, hogy náluk is ott volt. Tehát a felhatalmazás minden egyes tárgyalás ott van, hogyha idáig jutnának, az országok azt mondják, hogy nem, az USA sem akarja ezt. Miért? De nem lehet ezt megoldani, ezt nem lehet kivitelezni. Hát akkor lehetne kivitelezni az egészet, ha Ukrajna azt mondaná, hogy feladom ezt a 5 megyét, a 4 plusz 1 ugye Krímet, az oroszok által kért határok ki. Én visszavonulok, és akkor legyen ennek alapján egy végleges békeszerződés, és a békeszerződés után azt mondjuk, hogy akkor viszont a maradék Ukrajna
az már NATO tag, 5. cikkel, stb. De hát Ukrajna nem mondhatja ezt. Ugye erre mondják, hogy akkor azt kell csinálni, mint az NDK-NSZK esetében, vagy egyébként bizonyos elemzők azt mondják, hogy mint Észak-Korea meg Dél-Korea esetében, hogy van a de jure meg a de facto, és akkor ez az egész kérdés megoldódik. Igen, de egy aktív front van. Hát egy aktív front nem volt az NDK meg az NSZK esetében. Igen. Ott megvolt ugye 1945 után, hogy a szövetséges hatalmak hogyan szállják meg Németországot. Megszállási zónák voltak, és abból lett az NDK, meg az NSZK, meg Nyugat-Berlin. Tehát az egészen más, ott volt egy megegyezés, amit mindenki alapvetően elfogadott. Hol van itt ilyen megegyezés? Az oroszok, meg az ukránok nem fognak megegyezni ezen, hogy mi az adott vonal. Az oroszoknak mi ebben az érdekük? Hát ez is olyan, hogy értem én, hogy az ukrán, én megértem az ukránok, mit szeretnének. Az ukránok szeretnék a nyugatot minél erősebben bevonni a oldalán. Ez érthető. Tehát ezzel nekem nincs problémám, ha ukrán lennék, akkor én is ezt próbálnám elérni. Mert nem vagyok ukrán. Meg a szlovák miniszterelnök se ukrán. Saját érdekeinkből kell kiindulni, meg abból, hogy elkerüljük az Oroszországgal való közvetlen konfliktust. És semmilyen olyan formulát nem látok én, amivel Ukrajna úgy beléptethető lenne a NATO-ba, hogy ezzel nem kerülünk háborúba Oroszországgal. Ukrajna NATO-ban az egyenlő háború Oroszországgal. Ez az egyenlet teljesen világos. És így mondom, ukránként azt mondom, hogy persze, maguktól nem tudjuk megnyerni a háborút, a NATO-val viszont meg tudnák. Rendkívül kockázatos egyébként Ukrajna számára is, egyszerűen akkor nagyon könnyen nukleáris háború lehetne. De hát, hogyha valaki nagyon rossz helyzetben van, akkor kockáztatra, ugye, mondom, kicsibe ez volt kurz, de nyilván a nyugatiak bevonása egy nagyon nagy kockázattal járna, azzal, hogy akár nukleáris háború lesz ebből. Tehát visszatérve, én azt mondom, hogy a szlovák politika egyébként pragmatikus, tárgyal az ukránokkal, egy közös kormányülés leülnek, Fico azt is elmondta, hogy az EU tagságot támogatja, de azt, ami tényleg vörös vonal Oroszország számára már nem. Tehát szerintem ez teljesen logikus, amit ő elmondott, rendkívül népszerűtlen nyilván nyugaton, meg Ukrajnában, de valójában ez a valóság, amit a szlovák miniszterelnök is, meg amit Magyarország is kimond. Na menjünk tovább a Közel-Keletre. Október 7-e ugye most már több mint egy éve volt, és hát látjuk, hogy azóta zajlanak a hadműveletek a gázai övezetben, illetve most már Libanonban is. Kicsit talán nézzük meg ezt az egy évet, hogy mennyire sikerült Izraelnek a katonai céljait teljesíteni, miszerint felszámolja a Hamászt és a Hizbollát, vagy legalábbis annyira jelentősen meggyengítse, hogy ne legyenek az október 7-éhez hasonló támadások, rakétázások, stb. Te hogy látod a kialakult helyzetet? Az világos, hogy Izraelnek rendkívül nehéz feladata van. Gázában is, meg Libanonban is. Én gondoltam azt október 7-én, meg utána, hogy ez nem egy-két hónap lesz, meg nem is három hónap, nem is fél év, de arra nem gondoltam, hogy a következő évfordulón még a teljes gázai övezetet nem tudták teljesen erődés alá vonni, és ugye nem, ez még nincs meg. Ez Izrael kudarca, vagy a Hamász dicsősége? Nehéz ezt írni. Becsességelet azt értem, hogy megtanultak jobban harcolni a Hamász katonái? Igen, tehát ez a Hamász, az nem az a Hamász, ami korábban volt. Tehát jobban tud ellenállni, ugye az izraeliek is óvatosabbak a 20 évvel ezelőtti Izraelnél, hiszen a társadalomnak a tűrőképessége, ugye katona halottak esetében is alacsonyabb, ugye rengeteg civil halott is volt. Hát egyelőre még több civil halott van, az 900 fölött van a civil halottak száma, talán 900 körül a katona halottak száma eddig. Tehát Izrael sem tud úgy, meg hát ugye van a nemzetközi közvélemény, mert rengeteget támadják Izraelt, amiatt, hogy nagyon súlyos bombázások vannak tényleg Gázában, ez nem kérdés, de még mindig nem annyi, amennyit megtehetnének, meg nem olyan. Tehát ez is visszafogja. Lehet, hogy a tömegmédia, a Facebook, a Telegram előtti korban Izrael többet megtehetett volna.
Csak kérdés, hogy például akkor más cél, tehát hogy akkor jobban elérte volna a céljait. Persze, tehát gondoljuk azt, hogy hogyha történik valami, ha mondjuk a Hamas vezetője, és ugye volt erre példa egyik vezetőjét, ugye civilek között bombázták le, és akkor sok civil halott is volt, az, és ez megtörténik, egy pillanat alatt fönn van a neten. Egy pillanat alatt fönn van a neten, és eljut Vancouvertől Vladivostokig. Tehát Izrael se teheti meg, tehát ez mindenképpen egy más típusú háború, azért, mert van egy azonnali média hatás. És videókban ma már mindenkinek van okos telefonja, tehát nem az van, mint régi, hogy megírja 10 nappal később a nyomtatott újság. Hát igen, tehát mondjuk én emlékszem ugye az első öbölháborúra, 1990-1991, az iradóban láttuk este azt, amit az amerikaiak meg akartak mutatni. Nem azt, ami feltétlen történt, azt láttuk, amit az amerikaiak meg akartak mutatni a háborúból. Az iraki interpretációt nem láttuk. Na ma lenne egy ilyen háború 2024-ben, harmadik öböl háború, látnánk, amit az irakiak, irániak, stb. Föltesznek azonnal. Tehát ha az amerikaiak véletlenül is nyilván volt ilyen eset, 1991-ben is lebombáztak egy, sok száz iraki volt benne, civilek egy bunkert, de nem katonák voltak benne, nem tudták, nyilván ilyen hibák vannak, akkor azt látnánk, hogy ott van, amit tudom, 600 civil halott. Tehát érted, amit mondok, igen. Más kor volt az, 30 évvel ezelőtt, mint a mai kor, és Izrael nem is tud olyan gyorsan előre haladni. Mint ahogy például Libanonban ugye ilyen világhírű színészek élnek, az arab világ kedvenc színészei közül nagyon sokan libanoniak, és innentől, ami Libanonban zajlik, az már nem csak egy libanoni ügy, hanem azt Katartól, Dubaig, Marokkótól, nem tudom én meddig, mindenhol nézik. Pontosan így van, tehát én azt gondolom, hogy egy 30 évvel ezelőtt Izrael lehet, hogy már befejezte volna a gázai hadműveletet, lehet, hogy még több civil halottal, de ez egy ilyen térség, egy ilyen, a Hamas is megölne 40 ezer izraelit, vagy a Hezbollah is. És a Hamas sem adta még mindig vissza a túszokat, tehát. Persze, hogy hát kezdjük ezzel, tehát egyébként ezzel kell kezdeni, hogy ki kezdte ezt el. 250 ember kirabolt el, akkor olyan 800 körüli civilt kiöltek brutális módon, tehát mindig meg kell érni, mivel kezdődött a történet. Jó, persze a történelem az 40-es évekig visszamehetünk, sőt a 20-es évekig is, de... Sőt a bibliai időkig, ha nagyon akarunk, ugye? Akár, hát az már szerintem elég erőltetett, de igen, akár a bibliai időkig is visszamehetünk, de nyilván itt mindig konfliktus volt ebben a térségben. Tehát én úgy érzem, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy picit talán lassabb az izraeli előrehaladás, amit én vártam, mondom, gyorsat nem vártam eleve, de valószínűleg oka van ennek. De az amerikaiak is húzzák vissza Izraelt, nagyon erős amerikai nyomás van. Tehát ez az ok, hogy ez az amerikai belpolitikának is a része. Tehát nagyon, nagyon komplex az izraelieknek a helyzete. Nagyon nehéz helyzetben van Izrael is, még akkor is, hogyha ha nyilván a palesztin nép az még nehezebb helyzetben van. Tehát itt igazából jól senki nem áll ebbe a háborúba. Legjobb lett volna ugyanúgy az ukrán-orosz háborúnál, sikerül ezt valahogy elkerülni. De nem sikerült. És ugye az merül fel, hogy például a palesztin nép ilyenkor szembefordulhat-e a Hamasszal, vagy a libanoni nép szembefordulhat-e a Hizbollával, vagy mindenki Izraelre haragszik a legjobban, és azt érzik, hogy a Izraeltől érkező fenyegetettséget egyedül a Hamas meg a Hizbolla tudja kezelni. Szerintem vegyük ketté Gázát is, vegyük és Libanon. Tehát Gázában szerintem senki nem fog a Hamasszal szembefordulni, tömegek nem fognak a Hamasszal szembefordulni. Hát szeretik is a Hamaszt, vagy félnek tőlük? Szerintem mind a két dolog ott van, de hogyha valakinek a házát lebombázzák, még akkor is, hogyha a Hamasz támadásra álltottak ki, és mondjuk ott van a családja a romok alatt, az arra lesz nagyon dühös, aki lebombázta a házat, és az nyilván egy izraeli. Tehát az átlag ember az nem fogja azt mondani, hogy jó, igen, hát akkor meghalt a családom, de ez azért van, mert a Hamasz. Persze nyilván egy intelligensebb ember látja, hogy az egész hogy indult, meg hogy a Hamasz hogy vette át az uralmat, ilyen terrorral vette át az uralmat egyébként a gázai övezet fölött, ugye a Fatahtól. Tehát vannak ilyenek. De tömeget nem érdem,
hamasznál van az élelmiszer ellátás, nagyon sok minden, egészségügyi ellátás. Tehát akkor mi van, ha valaki szembefordul velük? És mondom, hát nyilván ez teljesen egyértelmű, és nem lehet kitizálni egy embert, hogy az üzenekre dühös, hogyha látja a porrá lett negyedet, ahol lakott egykor. Tehát az emberi érzelmek, az emberi, az átlag ember szintjén. De Libanon más. Mert Libanonban ugye vannak síta közösség, ami a Hezbollah oldalán van, de vannak szunniták is. Jó, nyilván a szunniták támogatják a Hezbollahot, meg a Hamaszt. De van rengeteg keresztény. Tehát a keresztények, ugye a 82-es invázióban is, meg 2006-ban is azért nem a Hezbollahnak szurkoltak. Hát sőt, régen a keresztények adták a libanoni kormányt még a régi időkben. Így van, és a keresztény milíciák azért, főleg a 82-es háborúban az izraelek oldalán harcoltak. És ez is érthető. Mert neki ki az ellenség? Tehát én azt gondolom, hogy sok igazság van egy ilyen háborúban. Hezbollahnak is meg lehet a maga igazság, vagy nyilván, de a ottani keresztény közösségek azért az iszlám szélsőségtől teljesen jókkal félnek. Ugyanúgy, hogy Szíriában miért van az, hogy a keresztények többsége Bashar al-Assadot támogatja? Az úgynevezett demokratikus ellenzékkel szemben. Hát azért, mert a szunnita szélsőségesek a keresztényeket elpusztítanák. Ez ennyire egyszerű. Tehát igen, van Libanonban, aki Izrael támogatja, azért, mert neki az az érdeke, hogy a Hezbollah számolódjon fel. A Hezbollah se egy ilyen, nem egyszerűen egy terrorszervezet, hiszen ez egy politikai entitás is, és erősebb, mint a libanoni hadsereg. Tehát szerintem azért sok libanoni van, aki reménykedik abban, valószínűleg hiú módon, hogy a Hezbollahot annyira meggyengítik, hogy nem a Hezbollah lesz a legerősebb Libanonban. Tehát az szerintem más a Libanon. Te mire számítasz, ha jövőre október 7-én beszélgetünk, még akkor is fog tartani ez a háború, vagy most felgyorsul az izraeli hadsereg? Azon meglepődnék, hogyha nem lenne továbbra is valamilyen katonai tevékenység egy év múlva, de hogy ne záruljon le a nagyon aktív szakasza Gázának, meg Dél-Libanonnak, hát nem tudom, szerintem az a nagyon nagy izraeli kudarc lenne, hogyha nem tudnák. A győzelmet, meg stratégiai győzelmet felejtsük el, mert nincs Izrael oldalán se ilyen. Nem tudják kijutni a Hamaszt, meg a Hezbollahot teljesen. Tehát nem lesz itt az, hogy tudom én, ha a Hezbollah új vezetője, az majd aláír egy békeszerződést Izrael. Lesz egy megállapodás, hogy akkor most egy ideig nem lőjük egymást. Nem tudják megszállni úgy Libanont, meg annyi ideig, hogy felszámolják Hezbollahot. Szerintem ez lehetetlen, de a Hamaszt se lehet teljesen felszámolni. Mi lesz akkor? Lesz egy meggyengült Hezbollah, lesz egy meggyengült Hamasz, mert meglátjuk, ugye hát még nem jött meg az izraeli válasz az iráni, amikor még beszélünk, akkor még nem jött meg, nem tudom, mikor kerül ez adásba. Egy nappal később, kett délután. Nem tudom, de én azt gondolom, hogy nincs válasz, nincs végső válasz ezekre a problémákra, ami a Közel-Keleten van, ezt nem lehet lezárni, ergo nem lesz semmilyen lezárásra ennek, legfeljebb mondom, úgy, ahogyha majd befagy egy nap Ukrajna-Oroszország, akkor nem 500-an halnak meg egy nap, meg most is ugye több százan halnak meg Libanon, Gáza, Izrael területén, hanem mondjuk havonta lesz 20 halott. De nem lesz lezárása ennek se, mert nincs, nem tud lezárása lenni, hiszen olyan távol áll a két félnek, vagy nem is két fél van, ugye, mert Libanon ez valami részben más, mint a Hamas, hogy olyan távol állnak ezek az álláspontok, hogy ezt nem lehet megoldani, ki lehet tolni ezt is a jövőbe, hogy majd talán 20-30-40 év múlva egy következő generáció megoldja. De nem 2025 október 7-éig lesz itt megoldás. Na meglátjuk, és kíváncsian várjuk a fejleményeket. Demko Attila, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a következő napokban is, kövessék Demko Attila Facebook oldalát, és iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájára, ha még nem tették. Mindenkinek szép napot kívánok, viszont hallásra!